Hogyan kezdődött a szabadságharc? A szabadságharcra a legjobb lehetőséget az adta, hogy kitört a spanyol örökösítési háború Európában. Ez egy általános európai háború volt, amiben a francia uralkodó, 14. Lajos megpróbálta megszerezni a spanyol trónt. Ebben az igyekezetében a Habsburgok akadályozták meg leginkább, ezért tulajdonképpen egy Habsburg-francia háború volt. Na most nyilvánvalóan a Habsburgok így első Lipót király, illetve német-római császár Magyarországon emelte az adókat, kivonta a katonaságot és egy kényszer sorozást rendelt el, azaz szegény parasztoknak nem volt elég az, hogy fizették a rengeteg adót, még katonának is kellett állniuk. Ebből aztán felkelés bontakozott ki a parasztok körében, amelynek a központja Tiszahátam volt, a tiszaháti felkelés vezetője pedig Esze Tamás, tarpai jobbágy, aki 1703-ban indítja el ezt a felkelést. A felkelők a Lengyelországban bujdosó Rákóczihoz fordulnak, ami egy érdekes dolog, hisz második Rákóczi Ferenc gyakorlatilag egy főúr, és a jobbágyok tulajdonképpen úgy fordulnak hozzá, mint a nemzet megmentőjéhez. Tehát a jobbágyi paraszti követeléseken túllépve egy általános, az egész nemzetre vonatkozó ügyét tágítják a saját ügyüket. Rákóczi is felismerte ezt, és a Brezán várában kiadott kiáltványa gyakorlatilag már azt fogalmazza meg, hogy a magyar nemzetnek milyen sérelmei vannak az uralkodóházzal szemben. Azaz, mind a nemesek, mind a nemtelenek, tehát a jobbágyok sérelmei, problémáit felsorolja, és végig arra törekszik, hogy ezt egyensúlyt fenntartsa az ország két nagy társadalmi csoportja között, azaz a jobbágyok és a nemesek között. Intézkedéseivel, kiáltványaival meg is nyeri a magyar nemességet, amely tömegesen csatlakozott Rákóczihoz, és ki is tartanak mellette, mint látni fogjuk, éveken keresztül.